Az Ukrajna NATO tanács első ülésére július 12-én kerül sor áll a szövetség csúcstalálkozójának programjában, tájékoztatott az Interfax Ukrajna. Az információk szerint július 12-én 13 órakor tartják az Ukrajna NATO tanács ülését állam- és kormányfői szinten, beleértve Svédországot is. A tervek szerint Jens Stoltenberg NATO főtitkár nyilvános megnyitó beszédet mond. A program szerint közös sajtótájékoztatót tart a NATO főtitkára és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a kétoldalú találkozó eredményeiről. Volodymyr Zelenszkij elnök az ABC News-nak adott interjújában kijelentette, biztos abban, hogy a Wagner magánalakulat harcosai nem fogják megtámadni Ukrajnát Fehér-Oroszországból. Az államfő úgy véli, hogy Jevgenyi Prigozsint, a Wagner vezetőjét, amikor elkezdte a sikertelen lázadást, az Oroszországon belüli helyzetének javítására tett kísérlet motiválta. Prigozsin lázadása megmutatta Putyin vezetésének gyengeségét, mondta az elnök. Ukrajnában megkezdődött a Bayraktar pilóta nélküli légijárműveket gyártó üzem építése, jelentette be Olekszandr Kamisin, a stratégiai iparágak minisztere a telemaraton adásában. Elkezdődött az üzem építése, ez az a nagy Bayraktar gyár, amelyről már néhány éve folynak a tárgyalások. Áttértünk a megvalósításhoz, közölte a miniszter. Haluk Bayraktar, a Baykar vezérigazgatója kijelentette, hogy a cég helyi leányvállalatának a Kijevben bejegyzett Avia Venturesnél az építési munkálatok a terveknek megfelelően haladnak. Az üzem megnyitását 2025-re tervezik. A mozgósítási és tartalékrendszerek a hat kiegészítő parancsnokságok szovjet örökség, amelyet alapvetően fel kell számolni, jelentette be Olekszij Reznyikov, ukrán védelmi miniszter. A hat kiegészítő parancsnokságoknak adminisztratív szolgáltatást biztosító központokká kell válniuk, akkor a lakosság számára egyértelmű lesz, hogy nem kell félniük. Változtatnunk kell a szemléletünkön, meg kell szüntetni a sorkatonaságot, hivatásos hadsereget kell létrehozni, de egy teljes körű háború invázió esetére kategóriák szerint kell a tartalék nyilvántartását elkészíteni, fogalmazott a védelmi miniszter. Azoknak az ukrán állampolgároknak, akik a 2020. március 13-a és 2022. január 24-e közötti időszakban töltötték be a 25. vagy 45. életévüket, a folyóév augusztus 1-ig új fényképet kell ragasztaniuk a személyigazolványukba. Ha ezt elmulasztják, akkor a könyvecskét plastikkártyára kell cserélniük, közölte csütörtökön a belügyminisztérium sajtószolgálata. A tájékoztatás szerint Ukrajnában a COVID-19 világjárvány miatt bevezetett karantén megszüntetése után visszaállították az új arckép beragasztásának kötelezettségét. A belügyminisztérium arra kéri az érintetteket, hogy gondosan ellenőrizzék a személyigazolványukat, és ha szükséges, további információkért forduljanak az állami migrációs szolgálathoz vagy a szervizközpontokhoz. Az állami migrációs szolgálat közlése szerint jelenleg a jogszabályok nem korlátoznak a személyigazolvány könyvecskék érvényességi idejét. A kárpátaljai magyar közösség megmaradásához szükséges intézményrendszer, például az oktatási hálózat támogatása garantált, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Rákóczi Szövetség által szervezett Rákóczi Szabad Egyetemen. Gulyás Gergely kiemelte, Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akciójával segíti a háborús újtotta ukrán népet és a kárpátaljai magyar közösséget is. Minden támogatást megadunk ahhoz, hogy azok az intézmények, ahol magyar nyelvű oktatás zajlott, és ami kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a magyar közösség fennmaradhasson, és egy minden nehézség közepette is egy élhető életet élhessen, ezek a magyar kormány támogatását élvezték ez idáig is, és fogják élvezni ezt követően is. És természetesen, ha valaki ennek ellenére úgy dönt, hogy az anyaországba jön, akkor
mindenkit, minden magyart mindig az anyaország szeretettel vár. Támogatjuk a szülőföldön való boldogulást, mi mind a kettőben szeretnénk segítséget nyújtani. És hosszabb távon pedig felettünk álló döntésektől függ az, hogy mikor lesz béke, meddig tart a háború.